Így nézett ki a palcsi strand a múlt század 70-es éveinek derekán. Zsongás, dugitelt éttermek és sörözők, üdülők az itteni Vikken településen, és a híres férfi strand, ahol még töröközőnek is alig lehetett helyet találni. A vízben pedig gondtalanul fürdőzők százai. Mára ennek nyoma sincs. Vannak ugyan vendéglátóipari kapacitások, amelyeknek egy része alig, hogy pozitívan működnek, mások viszont panganak. Ennek egyetlen oka van, ez pedig a palicsi tó vizének minősége. A tó Ludasi testvérével együtt nagyon beteg, és még egy jó ideig nem gyógyul meg. Most is az, legalábbis ezt mutatják a Szabadkai Közegészségügyi Intézet adatai. A mikrobiológia eredmények jónak bizonyulnak, ám a víz fizikai, vegyi és hidrobiológiai paraméterei továbbra is 100%-os rendellenességet mutatnak. A tó tehát fürdőzése nem alkalmas, azaz a kifüggesztett tájékoztató táblák szerint mindenki a saját felelősségére fürödhet a tóban. Az, hogy júliusban újból megnyílt a termálmedence, gyenge vígasz, hiszen a belépő nem mondható olcsónak és a medence kapacitása is korlátozottak. A szabadkaiaknak maradt tehát a két városi úszoda, vagy a környékbeli bányatavak egyike, esetleg a tenger, annak, aki azt megengedheti magának.